Üdvözlet mindenki! Kibe akadémiám, az első órám. Második órám, aminek a témája egyébként egy hosszabb volumenű anyag lesz, amiben lehet, hogy lesznek ismétlések, ismétlés mindig a tudás anyja, de most ebben a dologban egy olyan téma, ilyen tapasztalat megosztó nálunk, ez a szívunk, de ezt, amit mi tapasztalunk, ezt felétek, megosztjuk, hogy egy új dolgot könnyebben tudjátok ti is csinálni. Nem dugjuk el, nem lopjuk el ezt a szakmát, a tapasztalatainkat megosztjuk. Mindjárt csapjunk bele a közepébe. Ez most a csatlakozós bohóc itt van, ezt találtuk itt mutatónak, és akkor ezzel csináltunk egy rövid klippet. A téma az úgy lesz, hogy tudjátok, mindenről tettő dokumentálva lesz, hogy én mindig felveszek a képesanyagot, arról fogok beszélni ebben a formában, és amelyikben értelmes kérdésetek van ebben a... Kokó, vigyázzál! Akkor tudunk kommunikálni, kérdezni, tudtunk beszélgetni. A YouTube csatornán lehetnek hozzászólások, értelmes kérdések. Sokan mondják, hogy nincsen benne tartalom. Ebben a dolgokkal egyébként nem foglalkozok. Adjuk magunkat. Ez mind azért van Tamásnak a paradozása, az én időm elrablása, hogy ebből a dologból tanuljatok, fejlődjetek. Hogyha fogtok csinálni, mert később járműveket restaurálni, akkor ebből tanuljatok. Már nem húzom az időt, 45 perc itt van. Kezdjünk bele. Ez a vízszivattyú, a Csepel 6-hengeres teherautónak a vízszivattyúja. Itt ezt Gabi ezt szétszette, megmondotta, és itt tulajdonképpen rá volt rohadva annyira, hogy állítsd még a picit a képet. Köszönöm. Itt van egy tengely, amin ezt a vízszivattyúnak a tárcsáját fogja, ez lejött róla. Ezt tulajdonképpen ezt azt mondják, hogy felújított vízszivattyú volt, nem az volt, le akartuk tekerni, eltört a csonkba. Tehát ilyen egy felújított vízszivattyú volt, és menjünk tovább. Tehát szétszettük, csapágyak, ezek pedig a két csapágy, ez pedig a dinamónak a csapágyai voltak. Ez a dinamónak az álló része, ez a nagy pajzs, itt pedig a szénkefék. Itt a szénkefék, picit megállítod, köszönöm szépen. A szénkeféknek nagyon fontos, hogy mindenütt mozogjanak, ne szoruljanak be, mert a forgó részben, ami a kommutátornak hívjuk, akkor nem fog hozzáérni. Ezt a részt egyébként a fiúk csontra szétszették. Mehetünk tovább. A motor. Igen, itt azért, itt rámegyünk, itt állítsd meg, kérlek. Nagyon jó. A motor... Feltették a hengerfejeket. Ami nem volt síkba téve, a Gabi a Jürgen Zolfi farosnak a hengerfejéhez csinált hozzá egy bázisvasat, amivel a 6 hengerfejet a kipufogó csongnál összehúzatta, és azt a 6 hengerfejet arra a bázis vasra felhúzta, és úgy húzta síkba le a hengerfejeket. Azért fontos, mert a kipufogó öntvény... Kokó, jó van, jó van. Akkor nem fog elrepedni. Ezt pedig úgy korrigálták a fiúk, hogy különböző vastagságú tömítéseket készítettek alá, és úgy tudták feltenni az öntvényt. Menjünk tovább. Igen, porlasztók. Kivettük a 6 porlasztót belőle. A 6 porlasztóból 3 volt jó. A tömítések pedig nem voltak rendesen meghúzva, használt tömítések voltak benne, amit látjátok is. Izítót gyertyák is ki voltak szedve, minden külön lett kimérve. Ezek a fontos azok, ezeknek az érintkezési felületek mindenütt tiszta, mert nem megy át a kontakt, nincs izítás. A kipufogó öntvény, állj meg, jó. A kipufogó öntvény a 6-hengeres motornál 3 darabból tevédik össze. Van egy belső, meg egy külső gyűrű része, amit tulajdonképpen olyasmit kell elképzelni, mint a lugatyú gyűrűk tartanak össze. És ezek
kettesével vannak, három darabban. Nagyon fontos, hogy ezek a hengerfejlesztők a szintjai egyformában legyenek, mert mint mondtam, a németnél itt eltört. Ezt egyébként le lett homokolva, minden egyébként minden alkatrész. Itt éppen Zoli tisztítja meg ezeket az alkatrészeket. Nagyon fontos a szemcseszórás, a teljes tisztítás, mert akkor látjuk meg, hogy milyenek az alkatrészek, repette, sérült-e, hogy van felverve. Tehát úgy gondolom, hogy csak tiszta, sérülésmentes alkatrész szabad hosszú időre felhasználni. Tehát mindegyikben van benne, vagy 50-60 év. Látjátok, van az álló rész, van egy rollkorong, amivel mindent a fiúk megtisztítanak. Itt viszont van egy olyan gyűrű, amire érdemes odafigyelni. Itt állítsd meg a picit a képet. Erről picit többet fogok beszélni. A régi alkatrészeket összerakva, régi csapágyak rakták össze. A csapágyak nem voltak mindenütt zárhatóak. Most tulajdonképpen C3-as, két oldalt zárt csapágyakat használunk. Amiben benne voltak, egy oldalt volt zárt csapágy, volt benne, itt lehetett látni egy hézagoló lemez, meg egy ilyen gumis alkatrész, amivel tulajdonképpen van az álló rész, amit látjátok, és akkor van a két végén ez a befogó, amivel fogja a forgó részt össze. Tehát nagyon fontos, hogyha kiveszik azt a csapágyat, ami benne volt előtte hézagoló alátéttel, meg gumit kitámasztással, ha beletisztik a két új csapágyat, abban már nem kell beletenni ezeket a hézagolókat, és nagyon fontos, hogy a tengely ki legyen hézagolva, a dinamónak a tengelye a két álló rész között, mert akkor lógni fog, akkor tönkre fog menni. Tehát a tengely itt van, mint látjátok, mindent megtakarítottak a fiúk, és a kommutátor szeletek között, amiket itt láttok, azokat még nagyon finoman ki kell tisztítani. Meg kell nézni, hogy a drótok nem sérültek. Ami pedig nagyon kell vigyázni rá, a forgó résznek a beforrasztási részek ne engedje el a forrasztás, mert akkor már eldobható, illetve fel lehet újítani. Ez Gabinak a szent keze. Tehát itt a homokolóból visszajött a kipufogó sort, nagy hőálló, ilyen 600 fokot álló festékkel festem le, mint látjátok, ez nagy hőálló festék. Először, amikor beindítjátok, akkor ennek nagy füstje van, mert rá kell, hogy égjen. Ugyanígy jártunk, amikor egyik ismerősömnek a kazánját beüzemeltük, akkor nagyon büdös volt a lakásban, nagy füst volt, de csak egyszer van így, de utána már ráig a festék, akkor már nincsen szaga. És ezt későre szoktuk megfújni. Érdemes. Ebből kétfajta szín van, van szürkében, meg feketével. De mi a szürkét használtuk, és akkor így azért mindig ezt szögből alaposan le kell fújni. Utólag is fújható rá, tehát nem gond, hogyha valahol kimarad, javítható utólag is ráfestéssel. Tehát, mint látjátok, itt van a felújított, állítólag felújított vízpumpa, amiről, amit az előbb láttatok rajta, picit állítsd meg, a csonkról lejött ez a vízszivattyúnak a tányérja. Egyébként azt tudjátok róla, hogy ennek a lehúzásához három darab hatos csavar kell, hogy le tudjuk húzni. A már abban a menet megszakadt, és akkor Gabi csinált hetes menetet bele, én meg három darab hetes csavart csinált, egy lehúzó tárcsát csinált, és úgy tudtuk lehúzni. Tehát itt van mindaz, amit látjátok, hogy milyen egy felújított vízszivattyú. Tiszta szégyen. Aki ezt hozzányújt. Ezt csinálta. Állj meg! Jó. Tehát egy ilyen lehúzó készüléket csinált, amit látjátok, ebből a formában szedte le. Még egy figyelmet kell, hogy tudjatok róla, a hathengeresnek, meg a négyhengeresnek teljesen más a vízszivattyúja, csak hasonlít egymásba. Tehát így összeállva, tehát ennyi volt a tömszelence. Tehát itt jól lehet látni, hogy ez milyen. Ez volt feltéve az oldalára. Ki tudták húzni a állítólagos vízszivattyúnak a tengelyét. Tehát ez szerintem mindenki számára tanulságos. Egyébként nagyon fontos erre a képre nézve, mint látjátok, akkor sose legyen víz benne, mindenben hűtőfolyadék legyen, mert akkor nem korodál a motornak a belseje. Tehát minden itt tönkre menve, mint látjátok, tehát ennyi maradt meg belőle ebben a dologban.
ez jól látható. Köszönöm. A vízpumpaház, tehát ezt már Zoli, ezt szemcse szórta, megtisztította, mint látjátok. A házat is megtisztította. Egyébként nem volt kikopva a csapágyház, használható volt, amint látjátok, mint a dinamónak is, a két pajzsák is meglettek tisztítva, teljesen szétlettek szedve. Egyébként ebben még a régi csapágy van benne. Azért, hogy ne legyen meghomokolva. Ja igen, itt ebben a dologban térünk rá egy pillanatra. Sokszor szétszedik a dinamót. Nem megfelelően van szétszedve, mindig feszítik, pajzsolják, kalapácsolják, és vannak ezek a felületek, amikre nagyon fontos, hogy a szétszedés után, mielőtt összerakjátok, ezek legyenek mindenütt megcsiszolva, picit megreszelve, ezek a felületek egyformán körben teljesen stabil legyenek. Tehát itt is ennél a résznél, mint látjátok. Tehát itt is, amit az ujjammal itt mutatom, ezek így össze vannak verve. Nagyon fontos összejelölni mindent, amit szétszedtek, ugyanra kell visszarakni. Tehát aki ebben nincs tapasztalata, akkor pontozóval valahol a külső felületet egy-egy ponttal, vagy pöttyel, vagy számmal, vagy betűvel jelölje meg. Itt meg lett tisztítva, mint látjátok, teljesen szét lesz szedve a dinamónak az álló része. Itt le lett ragasztva, hogy a festék ne támasztja ki, és ez megy majd alapozásra, illetve majd fényezésre. Adunk az esztétikai dolgokra is, itt tulajdonképpen a hengerfejről le lesz szedve az összes kipufogó szívót. Másik oldalra parlaszok ki lettek szedve, az izítógyártyák le lettek takarítva, menetek, még egyszer mondom, menetek átmeszve, menetfúróval és menetmesszővel mindenhol, mert víztérben már össze volt rohadva, és ezt epoxival körbefújtam, utána pedig lés lett festve. És most ezt látjátok. Egy pillanatra itt álljunk meg. Itt ez a rész sem volt leszedve, itt viszont ezt szét kell leszedni. Van lehetőség rá, ilyen szórótárcsa van benne, de van, amikor szimmeringet is tesznek bele. Amúgy benne van egy tűgörgő, egyébként egy filces kitámasztással, és az sem volt meg benne. Szét kell szedni, kitakarítani mindent. Tehát ez is fontos. Nem volt szét se szedve. Tiszta dzsúva volt egyébként. Esztétikai tisztítás, itt nagyon fontos, fontosnak tartjuk, hogy azért szép is nézen. Azon kívül itt az érintkezési felületek alulról, itt mindig csiszolópapírral sikra lettek húzva, hogy meg vannak sérülve, támasztva. Hát új csapágy megy bele, zolkolonggal tisztítva, itt mint látjátok a vízpumpának a tengelye. Itt ránézve itt a motorra, azért mint látjátok, tehát itt a megtisztított, lefestett alkatrészek, erre térünk erre egy pillanatra rá. Tehát ebből a dologból azt történt, hogy van a víz összekötő csatorna, ami két félből van. Ennek a hengerfej felőli oldalát Gabi mind egy nagy csiszoló papíron síkra csiszolta. Amikor ez megvolt, kapott egy bázis felületet, és itt is kell, hogy tömítsen a felfogatási részeknél, ezt pedig Bélához vitte el, és a marógépen ezt is akkor sikra húzta. Azon kívül itt van neki a termosztát helye, mint a termosztátot ezt kivettük belőle, mert nem is volt benne, meg a hattengeres cseppel motornál, ami a farosban van, nem jellemző, hogy van benne termosztát. Itt egyébként ezt is Gabi megint felcsiszolta, az összes menetet átfúrta, megmetszette, megfúrta, és úgy került fel, új bilincsekkel, új csővel. Mint látjátok, ez a kompresszor próbából van feltéve, ez elment a lédemhez felújítani, és akkor úgy jön vissza. Itt a hengerfej szelepfedelek már rajta vannak, itt már van egy kis pofája ennek a dolognak, tehát ebben a dologról már öröm ránézni. Kicsit az ember szívét megtölti ez a látvány. Mit látjátok, hogyha picit itt megállítod, itt lehetett látni, hogy ezt már a srácok leszették. Úgy tömítést csináltak alá, és úgy tették vissza. Köszönöm szépen, hogy visszatekelted. Tehát itt ez a dolog már meg lett takarítva. Polasztók kiszedve, tulajdonképpen 6-ból 3 nem volt jó, és 6 komplet új polasztót kapott a busz egyébként. Igen, polasztó bemérés,
Tehát itt érdemes erre egy kicsit megnézni, ezt a nyugodtan videózok, és akkor van egy ilyen felvétel, ezzel a technikával mérjük ki a porlasztókat. És mint látjátok itt az eredmény, hogy milyen, hogy húgyozik egyébként. Majd erről lesz egy kis látványos képsorok is, amit érdemes nektek egy kicsit megnézni. Tehát itt a nyomási érték, hogy dolgozik, és akkor ilyenkor, hogy kell neki pliccolni. Tehát itt egy ilyen, hogy dolgozik, amikor kicsit ráfújva kicsit a gázlángot. Hát egy kis látványos, kicsit bent, bohózkodás is egy pillanatra. Kicsit színesebb legyen a műsor számotokra. Mértük ki a porlasztót. Tehát itt az élő példájának a porlasztások, hogy porlaszt. Tehát tulajdonképpen ez nem jó. Tehát ez így, ha nagy nyomással rányomunk, akkor sem tud igazi lenni. Tehát emellett döntöttünk azt, hogy 6 új komplettet kap. Tehát látszik is itt a szórási kép. Tehát itt a dologban új tömítéseket fog kapni, új tűzkarikát ebben a dologban megtisztítva, és 6 új porlasztót. De már, mint látom, letelt az egy óra, úgyhogy uraim, akkor a szünet után akkor folytatjuk. Kérek mindenkit a padba leülni. Kokó, te meg ülj le. Melinda? Köszönöm szépen.